Sziasztok, Painful vagyok, és végre egy újabb GTA 5-ös videóval várlak titeket. Már felvettem egy jó 50 perces GTA 5-ös videót, de megsérült a fájl, és ezért nem tudtam feltölteni. Pedig abban mennyi jó dolog volt, és 50 perc vágatlan gameplay volt. Na mindegy. Ebben az epizódban Franklinnel leszünk, ennek könnyű oka van. 1,2 millió dollárom van vele. Úgyhogy vele fogunk baromkodni szerintem. Az első dolog, amit meg fogok csinálni, az az, hogy megpróbálok elrabolni egy tankot. Az úgy pont jó lesz. És ahogy látjátok, az előző epizódban ezt a kocsit tuningoltuk fel, és szerintem rohadt jól sikerült, olyan Saints Row-osra, és ez a kerék, ez különösen tetszik. Úgyhogy megpróbálunk elutazni, nem megpróbálunk, hanem el is utazunk a katonai bázisra, ami úgy körülbelül itt van. És megpróbálunk elrabolni egy tankot, vagy jetet, vagy rádió. Így tökéletes. Szóval valami, ami mozdítható, azt megpróbáljuk ellopni. És ez egy vágatlan gameplay lesz, szóval minden egyes percét bennhagyom, minden egyes befögést, röfögést, ami csak jön. Szeretném megköszönni nektek a 300 feliratkozót, amikor ez a videó felmegy, akkor már fenn lesz egy-két fészkemes videó, gondolom én. Ez ugye teljesen rajtam múlik, de általában amikor megígérek valamit a videóban, akkor mindig más csinálok. Június 23-án indulunk Amerikába, ami azt jelenti, hogy én június 23-áig óriási videógyártó ilyen indulatot szervezek. Ez teljesen értelmetlen volt ez a mondat. Az a lényeg, hogy egy csomó videót fogok gyártani. Kölcsönkértem haveromtól a Watch Dogs-ot, pontosabban Csanáttól, akit fogtok látni a facecam-es videóimba, és azzal is fogok játszani, fogok csinálni sok GTA 5-ös videót, és amíg nem tudok felrakni videókat, addigra elkészítem ezeket, és úgy fogom megcsinálni, hogy 3 naponta vagy 2 naponta fogtok kapni új videót, ameddig én nem leszek itthon. Ez főként mondom GTA 5, Watch Dogs gameplay, Black Ops 2 live commentary, és körülbelül ilyenek lesznek. És miután kiérek Amerikába, hogyha tudok, ismétlem, hogyha tudok, akkor Xbox One-os gameplayt is fogtok kapni. Úgyhogy ja, ez így utazásos, amíg utazunk, addig témának tökéletesen megfelelt. És most keressük meg ezt a... Hoppá, elnézést. Szóval keressük meg ezt a katonai bázist. Nem erre kellett volna jönni. Erre kő van. Ne a kocsink! Ezt még lehet vezetni? Az nem semmi. Oké. Követ a kocsi. Ja nem. Elviszi az ár. Nézzük meg, hogy kiviszi a partra. Addig kiúszok. Vagy egy helyben van. Nem, szerintem ez úszik. Remélhetőleg part felé. Itt mintha megállt volna. Adok neki egy löketet. Hát ezt nem hiszem el. Na, elindult. Menjél, gyerünk! Hát ez fantasztikus. Olyan jó haja van ennek a gyereknek, ilyen szivárványos. Mindig, amikor feltuningolok egy kocsit, ez ilyen epizódokban mindig valahogy elvesztem őket. Bocsánat ezért a recsegésért. Ja, hogy még mindig ugyanott van, csak én úszok hátra, vagy én ezt most nem vágom igazából.
Szerintem végig az történt, hogy a kocsi egy helyben volt, csak én másztam, vagy én mentem mindig hátra. Na mindegy, akkor erről a kocsiról lemondunk. Tökéletes. Na jó, akkor úgy néz ki, hogy lábbusszal fogjuk megkeresni a nem GTA 5-öt, hanem passzus kulcs elkezdte küldözni a zsaruk. A katonai területet. Jó, mondjuk itt nem hiszem, hogy nagyon meg fognak találni. Ó, kérlek, az ne egy ilyen párduc legyen. Jó. Itt szoktak lenni ilyen párducok. Na, én őket nem szeretem. Hoppá, itt jönnek a rendőrök. Tehát én most nem csináltam semmit, csak felrobbantottam egy kocsit, most Istenem. Nem is volt senki a közelben, nem is volt életveszélyes. De értelmesen futsz. Ez valami gyönyörűséges látvány. Valahol itt kell legyen. Itt van? Ó, ott van, ott van. Ez az. Várjunk. Ezt vagyok keveredve. Arra van. A military base. Na fussá. Így. Hui! Book fence! Azaz! Hogy elkezdett vérezni egy ilyentől? Basszus kulcs, itt jönne rendőr! Jó, most már nem. Jaj, de jó fut karászni. Az a baj, hogy neki már a staminája 100-ason van, úgyhogy ennek sem értelme nincs, hogy itt fut karászok. Düm 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 düm. Majd írjátok le a komment szekcióba, hogy milyen... nem milyen videókat, hanem mit akarjátok, hogy csináljak a GTA 5-ös videókban, mert én teljesen tanástalan vagyok. És a mesztelen falut, vagy mit tudom én ezt, hogy hívják, ezt én úgy érzem, hogy ki akarom hagyni. Nem vagyok nagy fanyi a mesztelen pasiknak. Na jó, sprinyó van. De valahol erre van, nem? Nézzük meg a mappon. Azt, amíg olyan messze van. Aj. Kellett nekem belevezetni a vízbe. Aztán én még ott azt hittem, hogy úszik a kocsi, miközben én úsztam hátra. Értelem. Oké. Most jóformán csak annyit hallhattok, hogy nyomkodom az A-gombot. És próbálok ezzel az idióta futással felmászni egy hegyen. Inkben. Pontosan nem is inkben, hanem ilyen... Na, fut! Fut! Franklin, fut! Itt van! Jó van. Most csak egy kocsi kéne, mert ezért nem akarok gyalogba menni. Lehet bemegyek oda, ezt állapok egy kocsit. Vagy... Mi lenne, ha mondjuk néznék egy cheat kódot? Tudjátok mit? Nézzék egy cheat kódot. Várjatok. Itt van mellettem a gép. GTA 5 cheats. 360-ra. Addig sétálok. Nem invincibility-t. Nem valami kocsit akarok. Na, próbáljuk meg. Mert melyik az RT? Igen, ez itt RT. Jó. Mi az, hogy right? Mármint, hogy tudom, hogy ez a jobbot jelenti, de hogy mindegy, megpróbáljuk. Sikerült! Fúj. Ne! Anyám, gyerünk vissza gyorsan! Nem érdekelsz?
Vissza Franklinhez. Hogy került oda? Vagy eddig is itt volt? Na, jó van. Idegesítő ez a rádió. Most emiatt léptem ki. Majdnem ki. Itt szépen bekanyarodunk. Oké, nyugodtság van, elmegyek innen. Csak hülyéskedek. Háló? Tankot valaki? Nem akar kölcsön adni? Ez ott nem egy tank. Háló, itt körözök. Most mit lövöldöztök? Csak tankot keresek, nyugodtság van. Hogy lőnek? Most mit tettem, úgy őszintén? Nekem jet is megfelel, és ha jól tudom, itt van pont egy. Hello? Ne, fussál, fussál! Ah! Szálljál be, gyerünk! Franklin! Repülés! Úgy van, gyere belém, ez az! Megmenekültem? Hát, még közel nem, de... Nem lőttek le. Hoppá, szia! Hogy kell lőni ebben? Megvan. Ki akarom lőni ezt a helikoptert. Nagyon tud. Csalunk egy ilyet. Ne! Jó. Azaz. Nagyon tudunk. Megpróbáljuk összehozni az öt csillagot. Bocsánat, ha keveset beszélek, koncentrálok, mert ha nem koncentrálok, akkor felborok. Ó, basszus kulcs. Amúgy képzeljétek el, mi lenne, hogyha csak így be lehetne lógni a katonaságra is ellopni egy... Hol a... Próbálom keresni a helikoptert, ó, jaj, ez így nem lesz jó. Mert a helikoptert viccesebb kiszedni, de én nem tudom ezt irányítani. Hát ezek nem sikerültek, ezek a rakéták. Hoppá, húzni fel, húzni fel! Jó. Gyerünk! Még mindig nincs egy csillag. Hát ezek esküszöm valahol alattam próbálnak elkapni. Ez az alacsony repülés nekem nem megy. Valamikor így meg fogom fogni, és így neki fogok menni valami hegynek. Ez tökre tetszik. Még mindig nincs egy csillag. Hát öcsém, ezeknek mi kell?
Hát öcsém, ennyi izét, sokszor mondom azt, hogy öcsém. De ennél több helikoptert meg mindent nem nagyon tudok kiszedni. Volt egy helikoptered. Hogy menjek vissza, azt próbáljak. Nem tudom. Azt a valakit kiszedtem. Valahogy 5 csillagot össze akarok szerezni. Jó vagyok. Hol a helikopter? Az ilyen rossz rakéták azért. Visszarepülök föléjük. Bár biztos ki fognak szedni, de... Ott egy tank! Jó! Ne! Ugor ki, ugor ki! Hú! Mi? Mi? Ki akartam ugrani? Erre meg megdöglik fél... levegőben. Haj, pedig tök közel voltam. Mármint, hogy egy tankot akartam még ellopni. Na mindegy, hát ez szerintem egy jó kis pörgős videó volt. De legközelebbi videóban szerintem egy tankot fogok ellopni. Mert az izgalmasabb. Na jó van, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha tetszett ez a GTA 5-ös videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, stb. Stb. Írjátok le a komment szekcióba, hogy milyen, mit akar... tok, hogy csináljak GTA 5-ben. És hogyha összegyűlik erre a videóra 15 like, akkor kiadom a következő GTA 5-ös videót, de valószínűleg amúgy is. Az csak egy kis segítség. Sziasztok, hölgyek! Hát ez így nagyon rajos volt. Na jó van. Szóval, köszönöm szépen a figyelmet. Én Painfu voltam, és a viszonthallásra.